Fordulat a Magyar Vívószövetség stratégiájában a fegyvernemi vezetőedzők fele. Októberből le, októbertől lesz vívó kapitány, alig hanem udvarhelyi Gábor személyében, a sportág vezetése pedig értékelte az elmúlt két szezon. Erre kérjük most a négyszeres olimpiai bajnok párba kulcsárgyőző edzőt, akit a nemzet sportolójaként Gros és Gyula utódlásáról is kérdezünk, majd ma reggel jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Kezdjük a, a vívással és a vívószövetségnek. Azt jó döntésnek tartja, hogy kívülről távolról figyelve az eseményeket, mert egy ideje már direkt távol van, ha már távol került, vagy kellett kerülnie, hogy, hogy legyen egy ilyen összefegyver nemi, egy vívószövetség kapitánya az edzők fölött. A kérdésre nagyon nehéz válaszolni, úgyhogy nincs itt a szövetségben valaki, aki, aki esetleg az én véleményemet tudja kontrázni, vagy meg, meg erősíteni, úgyhogy csak a saját érzéseimre és tudásomra tudok alapozni. Azt kell mondjam, hogy a vívás az utóbbi 10-15, inkább 20 évben tetszik, nem tetszik, de három részre állt, három részbe vál össze a tör, karpár, vagy tör. Tehát egy ember ezt a, a három fegyveremet nem fogja tudni összefogni. A világon nincs is olyan, hogy egy ember kezébe legyen a, a, a három fegyverem. Az van, hogy a három fegyveremet összehangolja egy ember, és aztán három külön kapitány munkáját próbálja összefésülni, hogy ne essen szét a. Sporták, de szakmailag ezek annyira különböző, szinte új sporták már. Hogy, hogy Tehát széttartanak szé a szakmai értelemben. Nem tartanak az élet, élet. hozza, ezt ha? mindig azt hasonlóan szoktam mondani, úgy, hogy a síelés, az síelés, havon kell csúszni, de a lesiklás, az egyfajta síelés, és a síkpútás egy másik fajta síelés, úgyhogy ez is a kardívás, az, az, az rettentő dinamikus, rettentő gyors, nagyon látványos, vannak benne egy taktikai elemek, de azok olyan gyorsan zajlanak, hogy alig lehet észrevenni. A párbaj több pedig egy megfontoltabb, egy jobban átgondolt, egy kicsikét lassabb, egy kicsikét több taktikai elemet alkalmazó sportág. Így most az elsőnek kifutása. Uh -huh. Na most úgy, akkor, hogy... akkor az egyáltalán nem baj, hogy eddig nem volt ilyen, hogy a meglátása szerint? A szerint... baj nem az volt, hogy nem volt ilyen, hanem az volt a baj, hogy ez a három ö, 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 szakág, ez egy kicsikét úgy. úgy szét, mert nem volt igazán gazdája az egésznek. Ebből a szempontból lehet, hogy ez jobb lesz, de akkor mindjárt fölmerül a kérdés, akkor minek a szakmai alelnök? Most már úgy néz ki, hogy egy válogatott versenyzőre nem is tudom, hogy hány vezető jut. Most ezeket az embereket elfogjuk. Nem tudom, ez egy csak kérdésekért fogalmas. Bele szakadjon a pást a sok vezető alatt? Hát most ki fog dolgozni, ki fog a versenyzőknek iskolát adni, mert a szegény udvarhelyi Gábor most a két nem a nyakával, plusz két fegyver a nyakával Hát ember legyen a talpán, hogyha ezt el fogja tudni látni. Akkor mi a, a szakmai alelnöknek a dolga? Ők egymással fognak ütközni? Mármint a szövetség, meg a szakmai Igen. Elnök. Akkor lefelé lesz a három fegyvernek külön-külön egy főnöke? Az azon belül a fiú-lány, a férfi-női kategóriában egy újabb, mert megint máshol vannak a versenyek, nem lehet egy helyre menni. Szóval millió kérdés fölvet, én nem látom a választ, nem vagyok benne biztos, hogy ez a jó megoldás, majd meglátjuk az élet Világos, de, de, az, amit, amit lát, akkor annak tényleg az a lényege, hogy, hogy itt, itt aki az egész fölött kell, hogy legyen valaki, az inkább egy olyan szakmai alelnök típusú vezető, nem kell a szövetség a valódi szövetségkapitány, hát az egy egy a fegyver nem jegyző, Nagyon nem karizmatikus, vagy. nagyon felkészült szakember kell, aki mind a három fegyver munkáját érti, átlátja, össze tudja fogni. Ez lehetne akár egy fizetett szakmai alelnök, akin aztán számon lehet kérni. Most, most megint valahol, hát nézd, az történt, hogy volt egy világbajnokság Nem jó sikerült. Bizony. Annyira rosszul sikerült, hogy rosszul még nem is nagyon sikerült világbajnokság. Az értékelésből én annyit tudtam csak kivonni, kivenni a szakmai értékelésből, Hát egy kicsit rosszul ment, van ez így. Igen, azt lehetett kivenni az értékelésből, hogy egyébként meg előtte nagyon jól ment minden, és akkor de ebben a két szezonban, hát most volt egy ilyen kis félresiklás. É, jó, de hát akkor van, lehet ez is, de ez, 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 ez nem tudom, ahol, ahol én dolgoztam, amikor én dolgoztam, úgy vágták ki a szövetségi kapitányok, hogy lábuk nem ért a Földet egy ilyen eredmény után. Most lehet, hogy ez ennek a következménye, ez a váltás és, és, és új szövetségi kapitány, vagy szövetségi kapitány kinevezése, nem tudom. Nem látom egyenlőre a szakmai munka, a lényeget nem látom. Hogy mitől lesz ez most jobb, mitől lesz ez, szakmaibb, mitől fogunk tudni, fogjuk tudni utolérni a, a világ élvonalát, mert lemaradtunk felnőtt szinten, ugyanakkor utánpótlás szinten meg, meg, el kell ismerni, hogy tényleg kifogáslan és jól működnek a dolgok. Van itt egy, akkor ezzel egyet lehet érteni az övetség értékelésében, és van itt egy, egy szakadék, egy generációs szakadék. Egy nagyon komoly generációs szakadék. Van és, hát és ez, ez, szakember kérdése. Uh -huh. És ezt a generációs szakadék, az hogyan lehetne? Tehát ezt a megfelelő hát, szakmai lépésekkel lehet. le lehetne ez, nagyon lehetne bővíteni, hogy kérdés, uh -huh. ugye, mert, mert egy vívó srácnak vagy lánynak az életébe mindig az a legnehezebb, amikor a junior vagy az utánpótlás korból átlép a, a felnőtt korba. Ez gyorsítani nem biztos, olyan jó. Ez nagyon nehéz gyorsítani. Uh -huh. Megoldás lehet egy, egy tudatosabb menedzselés már, már fiatalabb korban. Én csak a, a saját bőrömön látom, uh -huh. hogy a franciák például párbajtőrbe. Most kikalkotják a francia felnőtt ö, csapat gerincét. Azok a junior, valamikor junior francia gívok, akiket mi junior korukban vertünk és most azok előrébb vannak, és mi meg valahol lemaradtunk. Tehát itt valamiféle, valamiféle újításra lenne szükség, amit látni, és nagyon látni, mert nem élünk közöttük de a versenyeken látjuk, hogy ezeket a fiatal srácokat már gyerekkoruk óta módszeresen bedobták a mélyvízbe, a felnőtt versenyekre, ami rengeteg pénzbe kell, ugye, de, de nem követelték az eredményt, és egy rosszabb szereplés után nem vágták őket ki azonnal, hanem még egy kicsit, még ezt az éveken keresztül Megadták a lehetőséget. Hogy, őket. hogy hogy, hogy, hogy uh -huh. Rossz, hogy menedzselték uh -huh. őket. Nem szeretem ezt a szót, ez inkább egy szakmai elképzelés. Uh -huh. e, Rióra egy megfelelő szakmai munkával lerövidíthető ez a probléma, ez a válság? Hát, ha én ezt meg tudnám mondani, nagyon okos lennék, de de, de Rió itt van a nyakunkon, szóval uh -huh. itt, itt, itt a jövő év az már, az már meghatározó lehet a Riói kvalifikáció, hogy hogy indulunk annak neki nagyon rövid az idő, és, 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 és nekem különösen ebben a korban rettenetesen szaladnak az évek. Hát nagyon oda kéne figyelni, és, 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 és hát aki él, remél, én azt mondom, hogy azért a magyar vívás van, mindig van tartalék, és mindig bukkannak föl, és egyre több gyerek. Szerencsére azt kell mondjam, hogy a vívótermek tele vannak, jönnek a gyerekek, ami nagyon-nagyon jó. Már nehezebb kérdés a szakember oldal, mert nincs elég azok sincsenek olyan nagyon-nagyon... Van egy megint egy ilyen szétnyíló ág, hogy kicsit kalandozok, de, de, az edzői pálya is egy fura dolog, hogy vannak ezek a kiemelt edzők, akik tisztességes fizetést kapnak, jó anyagilag erkölcseikben Aztán a szakadék. Kérem? Aztán jön a szakadék. És vannak azok az edzők, akik a, a hogy mondjam, mondjuk a bányába dolgoznak nap, mint nap, 20, 30, 40, 50, ott a vasodban 150 kiskölyökkel, Napi nagyon sokat, és ez egy nagyon felelősségteljes munka, mert ott, ott kell az alapokat lerakni, ott kell megszerettetni, ott kell arra vigyázni, hogy ne le, nehogy lemorzsolódjon. Na most itt az elismerés azért, hogy úgy mondjam, egy picikét vékonyabban csordogál. A vége felé közeledünk, ugye szegény Gyula hal miatt megőrösödett egy hely a Nemzet Sportolója Grémiumban. Hol tart a kiválasztás? Csak abszolút privát és majdhogy nem zuhany radói tudok, mert hivatalos információm nincs. Hát ez általában úgy szokott lenni, hogy, hogy lehet jelentkezni az és sportágakba a saját sportági szövetségüknél, hogy én szeretnék nemzeti sportolója lenni. Ott lesz egy szűrés, és az egyes szövetségek fölterjesztenek egy névsortlistát, listát, jelöltet egy főső gondolom államtitkári szintre egy, egy, listát. Így összejön egy, egy nagy lista minden sportágból, ezt ott egy kicsikét megszűrik, megfésülik, átnézik, hogy ki az, aki jó, ki az, aki kevésbé jó. Ugye azt terjedt el a köztudatban, hogy mi a meglévő nemzetsportolói sportolói választjuk a következőt, ez így nem egészen stimmel, mert hát sajnos már elég sok ilyen, ilyen ülésen kellett részt venniek, mert, mert, mert itt hagynak minket a barátaink. Átlában mondanak egy nevet, és arra mi úgy nagyjából rából Ö, még nevet nem hivatalosan nevet nem hallottam. Mármint, hogy a, a, a sport a, a kormányzat részében. Nem, onnan is De onnan fog általában elhangzani a név. Az államtitkárságra mm összehívnak minket, és akkor azt mondják, hogy ez kéne, vagy az kéne, és akkor ott még kicsikét rágódunk, egy kicsikét hezitálunk, kicsikét vacakolunk. Idáig mindig, mindig elfogadtuk, tehát nem egy olyan tehát abszolút nem olyan, mint hogy átlag a színészeknél van, hogy összeül az Csak egy, más kis kis ember, egy más között megbeszélik, és szerintem az lenne az okosabb. Az lenne az okosabb. Igen, kis nagyobb a felelősség, az kétségtelen, de, de hát talán az lenne a szerencsésebb. Így meg most találgatások vannak, meg, meg, meg ez a név, merül föl az a név. Mindenkinek megvan a saját maga jelöltje. Hát egy vívó Fenyős Csabát vagy schmidt is tudná támogatni bármikor. A... Mind a kettő hmm. a, a kritériumok alapján vastagul hmm. mind a kettő lefér, a Csaba három olimpiai bajnokságával, a palinak csak idézőjelben kettő van, de hát az ő sportdiplomáciai munkáját mobban-nobban végzett tevékenységét, hát azért azt nem lehet olyan tenni, mintha nem lenne. De hát csak egy van, én biztos, hogy valamelyik vívóra fogom letenni a, de, a de, ha megkérdezik. De a két harcostásból melyikre szavaz? Ezt a... nem mondom meg, azért nem mondom meg, mert hogyha nem azt választják meg, akkor a másik megkérdezi, hogy miért nem, mind a kettő, vel egy csapatban biztos, nem lenne korrekt tőlem az, hogy, hogy ez igen, az nem vagy, én azt eldöntöm, és ez maradjon az én titkom. De maradjon. <gül> <gül> és hát akkor reméljük, hogy előbb-utóbb, mint a színészeknél rábízzák a nemzet hát sportoló, nem. jobb lenne. Így talán, legyen. igen. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Kérem.